Köszöntőkkel és néptánc bemutatóval nyitotta meg idei közös standját a 2020-as utazás kiállításon Szabolcs-Szatmár-Bereg megye önkormányzata, valamint a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács. A budapesti Hung Expo-n rendezett 4 napos kiállításon Vásárosnamény és Panyola is megjelentek a termékeikkel, ezzel is ízelítőt adva a megye néhány jellegzetességéből. Szerettük volna megmutatni azt a sok megyei különlegességet, amiről azért Szabolcs-Szatmár-Bereg megye híres. Ezért egyrészt ugye az értéktár vonulatát, másrészt pedig a hagyományoknak és a termékeknek a vonulatát, illetve azoknak a turisztikai attrakcióknak a sokaságát szerettük volna valahogy feleveleníteni és megmutatni, hogy egy pici csipetnyi kóstolót kaphassanak az ide látogatók abból, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mennyire színes, mennyire változatos, és mennyi mindenért érdemes oda eljönni. A megyei közös stand célja, hogy a térségbe látogatóknak bemutassák a határ túloldalán lévő magyar lakta települések turisztikai attrakcióit is, valamint hogy tovább erősítsék a két régió közötti kapcsolatot. Fontos, hogy a turisztikai tanács évek óta közösen állít ki Szabolcs-Szatmár-Bereg megyével, ami jól mutatja, hogy a két régió elválaszthatatlan a határ két oldalán, és örömmel jelenthetjük 2020-ban, hogy hosszú évek kitartó és közös munkája eredményeképpen visszaállt a turisztikai jelenlét a háború előtti időszakra. Ez jelenti egyrészt a Magyarországról Kárpátaljára látogatók sokaságát, ugyanúgy, mint az ukrán belföldi turizmus jelentős növekedését is. A Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács a térség magyar lakta területeit képviseli az utazás kiállításon, mondta el televíziónknak a szervezet elnöke. Legfőbb céljuk, hogy a Kárpátaljára érkezők számára megfelelő szállást, idegenvezetést és színes programokat, bemutatókat és kóstolókat biztosítsanak. Kárpátalja még megőrizte azt a 90-es évekbeli hangulatát, amit már a többi határon túli régió már elveszített. Árban olcsóbbak vagyunk, mint más régiók, és minőségben már úgy gondolom, hogy mind a szállás, mind a vendéglátás minősége az eléri akár a magyarországi színvonalat is. Minősített vendégházak vannak, a magyarországi napraforgós minősítési rendszert tudtuk nálunk is bevezetni a Magyar Turisztikai Ügynökségnek a segítségével. A vendégházaink a magyarországi standardnak megfelelően vannak felszerelve, idegenvezető képzést tartunk Kárpátalján, immár 2019-ben második alkalommal, már több mint 40 fiatalnak adtunk idegenvezetői oklevelet. Mester András hozzátette, folyamatosak az infrastruktúrális fejlesztések a térségben, a magyar kormány pedig számos programmal támogatja a régióba utazókat. A diákok számára határtalanul pályázat, az egyesületek, szervezetek számára pedig a Rákóczi Szövetség támogatásai nyújthatnak segítséget az utazáshoz.